Csankirály Katalin vagyok, a Külső és Belső Harmónia műsorának szerkesztője, műsorvezetője, és rovatunkban talán adni tudunk egy csipetnyi felismerést az élhetőbb élet reményéhez. Szakértőket kérdezünk, bölcsektől idézünk szösszeneteket olyan témák kapcsán, melyek a mindennapok szerves része. Lelki egyensúly, problémákra való rálátás, Isten felé irányított figyelem, a szeretet fogalma, a művészet lelki gyógyírja, a jó megjelenés, az ápoltság mi volt, a mind-mind nagyító alá kerül rovatunkban. Minden pénteken 18 órakor hallhatják műsorunkat, illetve ismétlésként szombaton 10 órai kezdettel. Tartsanak velem! Szeretettel várom Önöket, és most is szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. És most egy olyan érdekes apropója lesz a műsorunknak, hogy a Gömör és Nógrád Rádió egyik munkatársával beszélgetek, Molnár Tiborral, aki fiatalként, középiskolásként nagyon aktívan éli a mindennapjait, és a Gömör és Nógrád Rádió egyik kedvenc foglalatossága lett. Tibor, üdvözöllek a stúdióban. Üdvözlök én sok szeretettel mindenkit, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy ma veled beszélgetek, kedves Katalin. Egy ilyen vicces, jóképű fiatalembert képzeljenek el, aki jelentkezett minden héten humorosan, jó vendégekkel, volt szóló műsora, és érezni belőle a derűt, a kellemes közérzetét, úgyhogy eleve, ha úgy megjelenik a társaságban, úgy szeretünk vele lenni. Tibor, hogyha így a mikrofon másik oldalán ülsz, mit mondanál el magadról, elsőként a kedves hallgatóknak? Köszönöm a kérdést, hát úgy őszintén elég fura most a mikrofon másik végén ülni, de hát, hogy nyilván csináltam már egy-két interjút, de annál többet nem, de még így soha, hogy szó szerint a mikrofon másik végén vagyok, ugye. Mit is mondanék el magamról elsősorban, hogy az én drága becses nevem Molnár Tibor, Rimaszombatban születtem 2004. február 24-én, de 19 éves vagyok, és már egyre öregebb tere ízületi fajdalmakkal, illetve hadgerinc fajdalmakkal. De ezektől eltekintve én a Tompa Mihály alapiskola tanulója voltam 9 éven keresztül, ugye, és igazából imadtam ott végezni a tanulmányaimat, imadtam ott lenni, igazából ott tanulni, imadtam az osztálytársaimat, és tudnélik, hogy nem évesztes vagyok, csak halasztalsom volt egy év, de hogy hamarabb, de hogy többet jártam egy évnél oviba, és nem is bánom igazából, hiszen nagyon jó osztály részese lehettem, és most is a Kereskedelmi Akadémián középiskolásként egy nagyon fantasztikus osztály részese lehetek, fantasztikus tanárokkal, osztályfőnökkel, és igazából imádok foglalkozni a zenével, mint a rappel, és énekelni is szeretnék, de nem tudok. Van az ember, aki szeret énekelni, van, aki tud énekelni, én azok, aki szeret énekelni, néha még tud, de csak nagyon néha. És imádom a szövegírást, hát imádok azzal foglalkozni, a dalszövegírással, a versírással, illetve szeretek történeteket is írtam, azokat is nagyon szeretem csinálni, ugye az irodalom így magába vonzott, vagy elvitt magába, ha lehet így mondani, mint ahogy van az a dal is, hogy én kértem tőle, hogy védjél el, és akkor így teljesen elvitt magával. És imádok a Gömör és Nógrád Rádió műsorvezetője lenni, szerkesztője lenni, és imádom ezt a csapatot, akiket nagyon-nagyon szeretek, és igazából nagyon nagy örömmel töltött el, mikor velük lehetek, és akkor belegondolok abba, hogy egy ilyen szuper csapat részese lehetek. Nagyon jó hallani azt, hogy imádom ezt is imádom, és ez mind olyan szép és jó, és tudjuk, hogy tényleg aktív életet élsz, kiveszed a részed a magyar közösségekben is. Mi az, Tibor, amit nem imádsz? Mi az az életedben,
amire esetleg egy ilyen sötétebb fátyol hull. Van egyáltalán ilyen? Roma gyerekként jöttél a világra, szerető családban, és tudnál-e nekünk valamit mondani arról a gyerekkorról, vagy a további fejleményekről, mert vannak dolgok, amiket el kellett élned, és azt gondolom, hogy fiatal 18-19 évesként kicsit többet éltél meg, és a fentiek több tapasztalatra vittek rá a földi síkon, a fizikai testedben. Megosztanád a hallgatókkal ezeket a történeteket? Nem is a vájkálás a célunk ezzel a műsorral, hanem rámutatni dolgokra, hogy is lehet élni, és hogy is lehet ilyen gyerekkor után most, ma imádni ennyi sok mindent. Ha nem veszed nagyon személyesnek ezt a kérdést, és most látom a szemeden, hogy sokkal komolyabb vagy, mint általában látlak, és ahogy ismerlek, megnyílnánk e téren nekünk? Hát igazából igen, vannak olyan dolgok, amiket nem úgy nem imádok, hanem inkább így felidegesítenek, vagy inkább ilyen taszítóak. Ez elsősorban az, hogyha ugye sok csalódás ért ma az életben, mint családi téren, mint szerelmi téren, mint baráti téren, tehát én utalom a csalódásokat, vagy ez félidegesítenek a csalódások. Ki szereti, ugye? Hát igen, és ki szereti, igen, ez így van. Igen, mint mondtad, roma származásúként, vagy cigán származásúként jöttem a világra, és igen, egy szerető családban. Viszont mi volt a nehéz, és mit tett ilyen idézőjebben tapasztaltnak, vagy ilyen erősnek, az az, hogy nagyon sokat voltam padlón, kiskoromtól kezdve, talán mondhatom azt, hogy egész mostanáig. Az én szüleim ugye elváltak egy nem is olyan hosszú kapcsolat után. Azt hiszem, hogy 5 vagy 6 éves lehettem, amik elváltak a szüleim, és ezt nagyon nehezen viseltem. Ugye édesanyám ekkor elment Ausztriába, jobb életet megteremteni nekem mostanra, így mondva, és ugye kiskoromban azt hittem, hogy ő itt hagyott engem, és elment, és na tudni illik, hogy én nagyon anyaos vagyok, és éjszakakat sírtam az édesanyja, miért, de hát nem tudtak engem igazából el sem állatatni a nagyszüleim. Éjszakakat sírtam érte, és hívtam, hogy gyere már haza, gyere már vissza, és hogy alig várom, hogy a karjaiba legyek, és hogy öleljem. Akiknek nagyon sokat köszönhetek, az a nagymamám és a nagyapám, mert ők nem voltak kötelesek, de mégis felneveltek és mellettem álltak, 100%-ban iskolába jártattak, tanítattak, és itt voltak nekem a nehéz pillanatokban, mint amikor itt is. Édesapámmal a kapcsolatom mondhatni, hogy ilyen döcögős volt, még a kisgyerekkoromban. Nagyon döcögős volt, hála Istenem, most már elmondhatom azt, hogy már egyre kiegyensúlyozottabb. És talán ez volt ez a nagy löket, ez a nagy megerősítő tréning, hogy igaz, hogy felneveltek mamaik, de így egyedül kellett így magamat mondhatni fejleszteni, vagy egyedül kellett megtanulnom bizonyos dolgokat az életről, amikről ők nem mertek beszélni, mert őszintén nem azokon a szüleim vannak, akik ugye mesélnek ilyen dolgokról, úgyhogy ezt saját magam kellett megtapasztalnom, illetve egy párszor édesanyám is bevezetett ebbe a nagyobbik 10 éves koraimba, de ezt így saját magamnak kellett így megtapasztalom, hogy mi is ez az élet, mire is épül, miket is éltem át, és hogy hogyan mentem végig ezen az úton. Hát ez még hülye kifejezés, hogy végig menni ezen, mert én nem mentem végig ezen az úton, ugye, de hogy már így több, mint a felénél, ahogy már megyünk egyre jobban, ugye a hosszú rögös úton. Én ugye hiszem Istent, és azt is mondom, hogy azért ő is segített abban, hogy egyre közelebb kerüljek a,
úgymond boldogsághoz, és egyre közelebb kerüljek ahhoz, hogy mondjam azt, hogy imádom ezt, imádom azt, imádom amazt. És azok az emberek, akik mai napig mellettem állnak, ugye az irodalom világában legyen szó, vagy az, ugye az EJ világában, az ifjúsági csoport világában, azoknak nagyon sokat, sok mindent köszönhetek, és az osztálytársaim közül is nagyon sokat köszönhetek egy pár embernek, nem mindenkinek, de egy pár embernek igen. És úgy gondolom, hogy az embernek úgy fiatalkorban is erősnek kell lennie, ki kell tartania. Lehettem volna olyan fiatal is, aki hozzá nyúl a droghoz, aki hozzá nyúl a kábítószerekhez, vagy az alkoholhoz, de nem. Volt bennem annyi erő, és kaptam Istentől annyi erőt, hogy azt mondjam, hogy nem ebbe fogom ölni a fájdalmamat, hanem inkább erősítem saját magam, és végigmegyek ezen a úgymond izzasztó tréningen, ami nagyon nagy szenvedés, de a szenvedés után, amikor az eredmény olyan, amit szeretnél, akkor ott már boldog lehetsz, hogy igen, megcsináltam, és erős voltam. Nagyon sok fiatal ilyen élet közben nyúl ugye alkoholhoz, droghoz. Talán a közösség ugye nevel, és talán sikerült olyan közösségbe jutnod, alapiskolától kezdve, vagy óvodáskorodtól kezdve, ahol érezted, hogy van más is, mint az otthoni rossz. És bizonyára kinyitották a szemedet a pedagógusaid, a barátaid, és látod, érdekes fintora az életnek, hogy ezeket tapasztaltad, viszont a fentiek küldtek neked egy olyan közösséget, ahol nem vesztél el. És szavaidban azt érzem, hogy sikerült rátalálni egyes utakra, amin aztán érezed a sikert, a szeretetet, a boldogságot, és inkább az vonzott, mint az említett rossz dolgok. Van-e meghatározó gyerekbarátod, akivel mászkáltál ezen az úton eddig? És felnőttek, akikkel szívesen találkozol ma is, vagy pedagógusok, vagy szomszédok, vagy rokonság, aki nem is, hogy meghatározó volt az életedben, hanem inkább arra szeretnék rámutatni, hogy elfogadott olyannak, amilyen vagy, bízott benned, szeretetet éreztél felőle, és biztatott. Igen, természetesen van. Nem csak barát, hanem rokon is, de ott az unoka lánytesómnak nagyon sokat köszönhetek, és végig Kiskoromtól kezdve ugye egész mostanáig mellettem volt, és úgymond segít most is járni ezt az utat. És igen, felnőttek között is vannak, viszont mikor én óviba jártam, akkor tisztán emlékszem, általában az ember nem emlékszik el nagyon kicsi időszakaira, de fontosakra, igen, és ez szerintem fontos volt, hogy én tisztán emlékszem arra, hogy ezek a problémák, amik otthon előjöttek, azt az óvónénimmel beszéltem meg. Ott csak neki tudtam úgy kijönteni a szívemet, hogy mi is a gond, mi is a probléma, és mi is van otthon. Én innen is nagyon-nagyon köszönöm neki, igazából nem tudom, hogy most hol van. Hát ugye nyugdíjba vonult, és már nem dolgozik, de én innen is nagyon szépen köszönöm neki, hogy meghallgatott és végighallgatott, és szívesen találkoznék vele. És igen, pedagógusok is vannak, akikkel nagyon szeretek beszélgetni, ugyanúgy az alapiskolából, ugyanúgy a középiskolából, és vannak igen felnőtt barátok, akikkel szívesen megosztom ezeket a gondolatokat, vagy a problémáimat, vagy kijöntöm nekik a szívemet, és ez nagyon, nagyon jó érzés, hogy vannak azért ilyen emberek mellettem, akik még ugye vannak. És lesznek is sokan. Sokan mondják felnőttként, ilyen tapasztalt felnőttként, hogy a mai fiatalság, talán én egy picit kivételt képezek, mert a pedagógusként
látom a generációkat nőni, és össze tudom hasonlítani, és tudom, hogy minden generációnál vannak mínuszok és pluszok, pozitívak és negatív megnyilvánulások, és tudok haragudni, amikor úgy általánosítják a mai fiatalságot, hogy viszont a mai fiatalság, és hogy most nem tudom, hányan voltak öngyilkosok, és hogy most droghoz nyúltak, és kábítószer, és nem tudom statisztikailag, hogy milyen ez a tömeg, de azt tudom, mert minden napjaimban tapasztalom, hogy nagyon sok értelmes, intelligens, okos, kedves, értékes kisfelnőtt nő a világban. Tudom ezt azért, mert ismerve a gyerekeimet és azoknak a barátait és azoknak a testvéreit is, és ez a 18-tól 30-ig generáció, igenis elbírom képzelni, hogy meg tudja változtatni a világot, jobbá tudja tenni a világot. Na és az a réteg, aki elkallódott menet közben, szerinted azoknál mi volt a gond? Mit nem kaptak meg ezek a gyerekek, és mit kellene, hogy megkapjanak az élettől? Hát nagyon sok, rossz hírt hallunk ugye fiatalokról, hogy vonat alá vetette magát, hogy begyógyszerezte magát, hogy fejbe lőtte, mert itt nem tudom, fogalmam sincs. És ez eléggé szomorú. Hogy miért tesznek ilyet, az általában ugye változó ok. Tehát tehetnek ilyet elvesztett szerelem miatt, tehetnek ilyet rossz családi háttér miatt, bármi miatt tehetnek ilyet. Természetesen ez nem helyes, ez nem helyes út. Mert azt szoktak mondani az emberek, hogy aki öngyilkos lesz, az úgyis megbánja. Ez nem az út, amit igazából követni kellene. Vannak, én mindig azt mondom, hogy vannak ugye erős emberek, erős fiatalok, és vannak gyenge fiatalok. A gyenge fiatalok nyúlnak általában a késhez, nyúlnak általában az alkoholhoz, a droghoz, kábítószerekhez, és ezeknek a gyenge fiataloknak szerintem hiányzik a szeretet, a biztatás abban, hogy igen, menj és csináld. Hiányzik akkor csak egy ember, aki azt mondja neki, hogy te ebben jó vagy, mindegy az, hogy miben, te ebben jó vagy, és akkor menj és csináld. Hiányzik a biztatás ezekből a fiatalokból. És jobbról, balról csak a szidásokat kapjak, a csesztetéseket kapjak, jobbról, balról csak a rosszat, a negatívat. És ők azt szerint élnek, hogy már nem lehet pozitívan élni, hanem csak is negatívan. És akkor ők a megnyugvásukat ezekben a szerekben látják, vagy ezekben a dolgokban látják. Én viszont azt mondom fiatalként, hogy ez egyáltalán nem helyes, de ott, hogy szerintem erősnek kell maradni, és saját magunk felépíteni a varrunkat, és saját magunkra jönni, hogy miben vagyunk jók, saját magunk szőni az almainkat, Istent kérve, Istennel karöltve előre menni, szerezni olyan embereket, akik maximálisan mellettünk vannak, és akiknek szívesen kinyitjuk a szívünket, és akikkel szívesen élünk ott nem csak rossz, nem csak jót, hanem rosszat is, és még annál is több. Nagyon találó ez a gyengés, erős fiatalság csoportja a részedről. Hogy tudom felismerni egy ilyen közegben, egy ilyen felnőtt, fiatal közegben azt, aki gyenge? Mert nagyon sokszor van, hogy a gyenge ember megpróbálja ugye leplezni ezt a gyengeségét mindenféle kihívó viselkedéssel. Mi az, amit figyelni kellene annak az erős csoportú fiatalságnak? És ez most úgy minden fiatalt jó volna, ha megérintene ez a kérdés, és hogy nyitott szemmel figyeljenek, aki olyan erősebbnek érzi magát, hogy azt a gyengét felemelni. Hogy lehet ma a 18 és pluszosok között felismerni azt a gyengét, ha ő nagyon leplezi, és viseli az állarcot, ugye, kilép a házból, és az állarc azonnal az arcára kerül. Mit tanácsolnál? Hogy lehet észrevenni? Ez abban ezt úgy gondolom, vagy azt szerint a
az én saját is filozófiam szerint megyek, hogy ugye a gyenge, mint mondtad, nagyon kihívóan viselkedik, és próbálja ugye reprezni a gyengeségét. Ha az erősnek azt mondjuk, hogy nem jó rajtad ez a nadrom, miért pont ezt vetted fel, miért a feketét, akkor így tudra reagálni. De ha most csak egy ilyet mondunk a gyengének, akkor egyből felkapja a vizet, és elkezd cirkuszkodni, hogy de én igyekeztem, de én tényleg, én azon voltam, hogy tetszek nektek, hogy jól nézek, és akkor, ahogy mondjuk a fiatalok, kicsapja a hisztit, és akkor elmegy, és akkor sír, és akkor jön neki belőle igazolni az érzelmek, hogyha valaki oda megy melléjük, és akkor megkérdezi, hogy mi a baj. Ugye, hogyha elképzelünk egy filmes jelenetet, akkor ez kb. Így néz ki. Így ismerhetjük fel a gyengéket, hogy előbb-utóbb, ha akarják, hanem kitörik belőlük ez az egész, kitörnek belőle az érzelmek, és nem tudja megallítani. Egyáltalán nem tudja megallítani. És szerintem felemelni pedig így tudjuk, hogy oda megyünk hozzá, és megkérdezzük, hogy mi a baj, és akkor beszélgetünk órak hosszat arról, hogy mi is a baj, és akkor próbálunk tanácsot adni, hogyha van tapasztalatunk, akkor megosztani a tapasztalatainkat vele, és próbáljuk őt felemelni, és a jó útra téríteni, és mellette lenni 110%. Tibor, divat még az őszinte beszélgetés manapság, mondjuk a középiskolások társaságában. Van olyan lehetőség, hogy összejön egy középiskolás csapat, és úgy filóztok az életről, a rosszról, a jóról, úgy mindent át tudtok beszélni. Van ilyen? Őszintén megmondva, mi osztályunk ugye 2020-ban vallagott, ekkor ez a Covid időszak, és úgy hívnak minket, hogy a Covid osztály, ugye mi voltunk a Covidos elsősök, de ha Covid, ha nem bennünk, akkor is megvan az a régiesség, hogy amikor ugye valamikor nem volt telefon, semmi ilyen technikai hülyeség, és akkor leültek együtt beszélgetni. Igen, ez nálunk, ez megvan. És ha kell, leülünk heten, 10-15-en, és akkor ezt átbeszéljük, és akkor vitatkozunk, persze a vitatkozáson nem maradhatunk soha, mert azért vannak olyan személyek, akik nem értenek egyet sok mindenben, de megvan közöttünk az, hogy igen, előveszünk egy témát, és akkor őszintén beszéljük róla, és őszintén boncoljuk ki, vagy fullozzuk ki ezt az egészet. Viszont megmondom őszintén, hogy én most figyelem ezeket az új elsősöket. Nincs köztünk nagyon nagy korkülönbség, mert ők 15 évesek, vagy 16, mi pedig 17-18, én esetemben 19. Nincs köztünk nagy, sőt, talán egy generáció is vagyunk, de olyan, mintha nem tudom, 20 év lenne közöttünk, mert teljesen másak. Nem nagyon kommunikálnak sem más emberekkel, sem egymással. Nem nagyon tudjuk magukat őszintén kifejezni. És ez az a csoport, akik úgy azt mondják, hogy cseszünk rá mindenre, van úgy, ahogy van, és nem érdekel. Vannak olyanok, ilyen emberek között is, meg nagyon sokat, akiknek nincsenek álmai, nincsenek céljai. És akkor megkérdezem, hogy lehet élni álmok és célok nélkül, és akkor megvonják a vallukat, hogy és akkor most mi van. És akkor nincs meg ez a kommunikáció közöttük, nincs meg ez az őszinte beszélgetés közöttük, és egyszerűen nem tudjuk magukat kifejezni sehogyan sem, és akkor mindenre azt mondjuk, hogy majd lesz valahogy, nem, valami nem érdekel. Nincsenek álmaim, nincsenek céljaim, csak hazamegyek, ledobom a taskót a sarokba, aztán megnézek egy filmet, és elalszok reggel, pedig megint felkelek iskola, megint elmegyek, megint semmi, és akkor körbe-körbe ugyanez. És akkor ezeknél is előfordul ugye az alkohol, a drog és a kábítószer. Ami sajnos most már valamilyen szinten tisztelt a kivételnek, kiadhatatlan. Hát szomorú ezt hallani így az életben, mert ugye felnőttként nagyon nehéz ezt tapasztalni, amit most elmondtál, mert ha olyan láthatatlan lennék, és abba a közegbe valahogy bejutnék, akkor tudnám úgy igazából tapasztalni azt, és azt a segítő kezet nyújtani, olyat, amilyet épp kell. És nagyon nehéz helyzetben van a pedagógus is, a szülő is, mert a gyermek a közösségben másképp viselkedik, mint otthon. Otthon el tudja hitetni a szülőkkel, hogy minden oké, és minden happy, és ugye kikerül otthonról, és teljesen más életbe csöppen, vagy életet él.
Na, a pedagógusról meg nem is beszélve, ugye, akik nap mint nap nevelik, tanórákról tanórára járnak, ott meg még kevesebb az az idő, hogy belelásson a gyermeknek az életébe, vagy a lelkületébe. Mi lenne az, ami segítene? Te szerencsés voltál, mert az erősebb fiatalok csoportjába tartoztál, és volt közösség, ahol érezted, hogy szeretnek, amit már az előbb elmondtunk. Mit kellene tenni, milyen lépéseket, hogy ezeket az említett fiatalokat is felemeljük, és valahogy élvezzék az életet, ne pedig csak így letudják. Mit kellene tenni? Mit kellene tenni szülőnek, pedagógusnak, barátnak, szomszédnak? Hogy lehet ezt orvosolni? Hogy lehet ezt úgy észrevenni? Mert ha a nagyobb barát esetleg szól a felnőttnek, akkor már az el van ásva, és már van a harag, és mert elárultál, és ez sem jó megoldás. Te hogy látod ezt? Én ezzel úgy vagyok vele, hogy az életben, úgyhogy a felnőttek meg a fiatalok életében is olyan fontos a kommunikáció. Fontos, hogy anya és fia, vagy anya és lánya, vagy apa és anya leüljönek együtt egymással szemben, és akkor beszélgessenek. Ilyen sok fiatal néha zűrődbe kerget engem is, hogy mi volt suliba, hát mi lett volna padok, meg asztalok, meg így. De így ezt így szerintem nem csak erről lehet beszélni, hanem lehet teljesen másról is beszélni. De hát szerintem nem vagyok nagy szakértő ebben, de szerintem úgy a kommunikáció az, ami segíthet. Ugyanúgy a pedagógusok is ugye beszélgetnek a gyerekekkel, különböző dolgokról, mit tudom én, a sportról, vagy nekem volt egy tanító bácsim például, akivel megbeszéltem mindig a Real Madrid mérkőzéseket, mert ugye mind a ketten a Real Madridot szerettük, és akkor történelem óra után mindig elemezgettük a mérkőzést, és szerintem ez nagyon felemelő és jó esőérzés lehet a gyereknek, vagy a fiatalnak, hogyha figyelnek rá, beszélgetnek vele, és hogy van, nagyon sokan úgy vannak, hogy kapnak egy jó jegyet ugye a suliba, mi esetünkben ugye egyest, és akkor hazamenek, és akkor mondja a körömmel, hogy anya, apa, egyes kaptam, jó, ügyes vagy, és akkor ennyi. És akkor már ezzel a gyerek lehangolódik, mert jó, ügyes vagy, hát most kiörülnek a reakciónak. Szerintem jobban oda kellene figyelni azért a fiatalok érzéseire, teljesítményeire, és jobban értékelni, hogy igen, mert meg tudod teljesíteni, mert képes vagy, és ha tanulsz még többet, akkor még több egyest is lehet, és még jobban, még okosabb leszel, még műveltebb leszel, és mi büszkék leszünk rád. Mert én sem hallottam soha nagyon az édesapám szájából, hogy büszke vagyok rád, fiam. Én szerintem ez is hiányzott nekem, de igyekeztem rajta túltenni, és igyekeztem erősebb lenni. És édesanyomtól pedig ugye megkaptam azt, hogy büszke rám, és ez nagyon felemelt és jó érzés volt. Hát szerintem a kommunikáció és az odafigyelés, és az, amikor sikeres valamiben, akkor örülni neki, ez jó tud esni és ott lenni mellett. Sajnos az evolúció ugye megállíthatatlan folyamat, és van egy olyan generáció, akik most szülők, és ez a korosztálya a gyermekeik, akik talán nagyon elfoglalt emberek, és rohannak a vesztükbe szinte a pénz után, és látástól vakulásig, és a gyerekre alig jut idő. Kiment a divatból az, hogy este leülök, és megkérdezem, hogy mi volt a sikerélmény, vagy a kudarcod ma is, és nem csak az, hogy na mi volt a suliba, mert hát tényleg arra lehet egy olyan tőmondatot mondani, amit általában a gyerekek szoktak. Vagy akkor, amikor a gyereknek van kedve beszélgetni azt a pillanatot, és akkor tényleg abba hagyni azt a házi munkát, és akkor meghallgatni, mert ugye nem mindig hajlamosak a szülő indítatására megnyílni. Itt van a közösségi média, ahol a legjobb fotó, a legjobb kirándulás, a legjobb étel, a legjobb fakanál, a leghosszabb szempilla, és a legszőkébb, vagy legvörösebb haj. Hát a pszichológusok ezt boncolgatják,
és nagyon érdekes, hogy társadalom azon dolgozott, hogy ez a világ fejlődjön, és megnyíljon, és legyen Facebook, és legyen Messenger, és legyen Instagram, és a többi. És most már főiskolákat nyitotta körül 2 évvel ezelőttől, pontosan olyan embereket szeretnének kiképezni, olyan pszichológusokat és szakembereket, akik ezeknek a technikai dolgok által nyert betegségeket gyógyítanák. Hát ez ilyen paradox dolog. Hogy látod te ezeket a megnyilvánulásokat? Mennyire tud hatni a fiatalra, annak a másiknak a posztja? Hát igen. Bár csak azt mondanom, hogy minden hónapban 2-szer vagy 1-szer tapasztalunk ilyet, de nem. Mert minden nap tapasztalunk olyat, hogy mit tudom, én elmegyek egy étterembe, és akkor az az első dolgom, de komolyan az az első dolgom, hogy lefényképezzem a kajat, és komolyan az az első dolgom, hogy kitegyem, és komolyan az az első dolgom, hogy azon sírja, akkor nem jött rá csak 2 szív, meg egy like. Mert miért? Hogyha neked tetszett az étel, és te jól laktál, és tetszett a partnerednek is, aki veled volt, és ő is jól lakott, és egy nagyon jó estét, vagy ebédidőt éltetek meg, akkor az a lényeg. Nem az a lényeg, hogy hányan lájkoljak, hányan szívezik, hányan írnak rá a kommentet, aki még ír a kommentet, azt írja, hogy jaj, de teszed magad, hogy ilyesmit kiteszel, vedd mal. Nem ezen kell filózni, de komolyan. Szerintem meg kell élni a pillanatot. Mert vannak olyan pillanatok, amikor igenis félre lehet tenni ezt a telefont. Igenis le lehet némítani ezt a telefont, és igenis a pillanatnak élni. Átélni ezt a pillanatot azokkal, akiket szeretsz. Azokkal, akikkel épp vagy, és tud beszélgetni. Hogy hogyan reagál a másik fél, ugye, aki nézi ezt a sztorit, vagy ezt a posztot. Hát vannak ugye olyan emberek, hogy most megteszek egy példát, ugye, olyanokkal is találkoztam már, hogy az apukájuk vette egy új kocsit, legyen ez egy Mercedes, és akkor lefényképezik, és akkor kírja, hogy üdv a családban, vagy nem tudom. És akkor a másik fél, amikor ezt látja, akkor egy ilyen irigység jön ki belőle. És akkor ugye vannak Facebookon ezek a reakciók, és általában ez a dühítő, meg ez a vicces emoji, ez ilyen nem mindig pozitív, főleg a dühítő nem, de mindegy. A vicces sem mindig pozitív, és akkor kiröhögik már irítségből is, hogy jaj, de rossz ez a kocsi, jaj, de csúnya, mit tudom én, de ebből ő meg azt gondolja, hogy miért pont neki, miért nem nekem, nekem is kell fekete AMG, mit tudom én, milyen turbo Mercedes, mi nekünk miért nincs erre tehetségünk, mi miért vagyunk ilyen szegények, miért nem vagyunk ilyen. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy belül legyen szívünk, tudjunk vele érezni, tudjunk vele szeretni, és legyen szánk, ami nem csak a szüleinkkel nagy, hanem bárkivel. Legyen szívünk. Él a mai fiatalság szívből. Megvan-e a hite a mai fiatalságnak? Vallásos nevelést kaptam. A vallást én úgy érzem, hogy abban a hitben egy bizonyos keretet ad. Főleg induláskor, amikor az ember gyerekkorként ezt a misztikumot megismeri. És aztán ugye sok felnőtt nem a vallásban, de inkább a hitben éli a világát. Legyen az akármi, amiben hisz, viszont divat-e manapság, hisz üresek a templomok. Sok a trágárbeszédű fiatal. Nem tudom, imádkozik-e valaki, vagy meditál, vagy beszélgete Istennel. Éle belső életet. A baráti köröd ezt hogy látja, hogy éli? Őszintén megmondom, hogy egyre kevesebb az, akiben él a hit. Nagyon sokszor hallottam már, hogy ezeket a tipikus beszólásokat, hogy és láttad Istent? Beszéltél Istennel? Ezeket igazából csak elengedem. De viszont szomorú legbelül, hogy ennyire nincs
valakinek hite, vagy valakiknek hite. Viszont tisztelet a kivételnek, hogy van egy pár százalék a fiatalságban, akik igenis hisznek, és ha hiszik, hanem a hallgatók, vannak olyanok is, akik el is mennek templomba, de ha nem járnak templomba, akkor legalább elmondanak egy imát este, és beszélgetnek Istennel, és szívből kérik. És vannak azok fiatalok, vannak azok az emberek, akikben nincs meg a hit, nem hisznek, de ha valami baj van, akkor ja Istenem. Miért? Miért? És őszintén megmondva, nem fogom ezt most leplezni, a fiatalok közül nagyon sok az olyan, aki nem az Istenben hisz, hanem a rossz angyalban, hanem az ördögben. Mert ugye az ördög is volt egyszer angyal. És teljesen volt egy olyan ismerősöm, aki nem azt mondta, hogy drága jó Istenem, hanem drága Satan. És akkor ez így egy kicsit fura, és sajnos nagyon-nagyon sok olyan fiatal van, aki a satanizmust vallja, és ebben hisz, és nem Istenben. Szomorú ezt hallani, de hogy ne ez legyen az árszó, még egy kérésem lenne hozzád, hogy mondtad, hogy rappelsz, énekelni nem tudsz, de szeretsz. Mi az, amin dolgozol most a zenetársaddal? Van ugye a együtteseteknek neve is. Erről beszélj nekünk egy picit. Hát ugye az együttesemet, vagy együttesünket, ugye Orosz Danival úgymond működtetjük. Már egy, azt hiszem, hogy már 2 éve ennek. Nagyon jó barátok vagyunk egyébként, de hát én ezt a drága gyereket semmiért nem adnám, mert tényleg, hogy átélünk együtt jót, rosszat, de hála Istennek a legtöbb a jó. Nagyon-nagyon rég volt már rossz, talán az volt a rossz, amikor így ugye mi első osztálytól kezdve 9-ig együtt jártunk egy osztályban, és ha hiszitek, ha nem, 7-ben békültünk úgy ki, hogy igen, barátok vagyunk, vagy 8-ban, azt hiszem, is tudom, mert nagyon rosszban voltunk, nagyon sokat verekedtünk, gyűlöltük egymást úgy szó szerint, de hála Istennek így az elmúlt pár évben egy olyan kapcsolat, baráti kapcsolat nyílt meg közöttünk, amit én nem adnék úgymond semmiért, és a zene ezt így még jobban összekapcsolja. Ugye az idézőjelben együttesünk neve az a Mr. T X Orosz Dani, ugye az X valamikor régen volt a feat, vagy a közreműködött, ezt jelképezi az X, és ugye köztudott, hogy úgy megy nálunk a meló, hogy elkezdjük, nem tudom, délután 4-kor, vagy este 6-kor, és akkor hajnali 5-6-ig csináljuk ezt a magad csak az alapzenét, és ugye másnap pedig vesszük fel az éneket, meg a rappet, ugye a szöveget azt én írom, és igazából nagyon-nagyon örömteliek ezek a munkaalatok. Mind dolgozunk most, hát nemrég adtunk ki egy nótát, és ugye abban Dani most kivételesen nem énekel, mert akkor pont beteg volt. A torkával volt valami gubanc, de ugye én repelek benne, mint szóló repzene jött ki ez a dal, és ő csinált ugye az elapotra, mint mindig, ő mixelte be a zenét, hogy jól hallatsz, ugyanúgy jól legyen, hogy tényleg, hogy úgymond tökéletes legyen. Most annyira nem dolgozunk semmin, mert ugye suli, ő is ugye Budapesten tanul, és alig van itthon, és hogyha itthon van, akkor igyekezünk úgy találkozni, és beszélgetni, és tényleg úgy, hogy átélni azokat a napokat, és nem a munkára koncentrálni, vagy nem a zenére koncentrálni, de persze, hogyha van valami szöveg, vagy írok valami dalt, akkor azt jelzem neki, és akkor csináljuk. De most jelenleg nincs nagyon semmi, amin dolgoznunk. Én kívánom nektek, hogy sok-sok CD-tek jelenjen meg, és világhírűvé nőjétek ki magatokat. És még egy utolsó kérdésem lenne. Tibor, mi az, amit a közeljövőben legszívesebben tapasztalnál?
átélnél, mi lenne az? A békés a szeretet, de ezen kívül ugye van, nagyon sok tervem van, nagyon sok almaim vannak, nagyon sok céljaim vannak, és igyekszem ezeket megvalósítani, és ha Istennek ugye napról napra közelebb tol hozzájuk. Igazából szerintem a legfőbb célom az az, hogy letegyem az érettségit. Igazából nagyon félünk tőle az összesen, de ezt most remélem egy tanul sem hallja, hogy letegyem az érettségit, és az érettségi után én édesanyámhoz szeretnék menni külföldre, és ott dolgozni, és a közben pedig építgetni a karrieremet, és itthon is az itthoni munkaladókat is végezni. És az a nagy almom nekem Budapest, de a nagy célom Budapest, ott élni boldogságban, és megteremteni azt, ami nekem gyermekként, vagy nekünk gyermekként nem volt, ez a jó anyagi háttér, és a boldogság, és ugye azt, amikor jön a megfelelő idő, akkor a megfelelő nő, és család. Én ezt szeretném tapasztalni, boldogan élni, békében is, és legfőképpen szeretetben. Molnár Tibort, középiskolai diákot hallhattuk. Nagyon köszönöm neked, hogy megnyíltál nekünk, és én őszintén remélem, hogy sok fiatalt szülőt megszólítottunk ezekkel a mondatokkal, gondolatokkal, és egy kicsit segítettünk a problémák felfedezésében, felfedésében és megoldásában. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és beszélgettél velem. Kedves hallgatók, elköszönök Önöktől. Ismétlésként szombaton délelőtt 10 órakor hallhatnak bennünket. A viszontlátásra, viszonthallásra. Oh, 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 oh